Sopron megyei jogú város közgyűlése 2016-ban Sopron kultúrájáért díjat adományoz dr. Kovácsné Birhel Erzsébet részére. Dr. Kovácsné Birhel Erzsébet okleveles népművelő és történelem középiskolai tanár diplomája mellett marketing kommunikáció szakközgazdász diplomával is rendelkezik. A rendszerváltást követően az önkormányzat közművelődési felügyelője volt. A megváltozott jogi környezetben segített eligazodni és megteremteni a város kulturális intézményhálózatát. Elévülhetetlen érdemei vannak az önálló társulattal rendelkező Soproni Petőfi Színház létrejöttében és épületének felújításában. 2000-től a Központi Bányászati Múzeum igazgatója. Munkájának köszönhető, hogy 2001-ben az év múzeuma díjon külön díjat nyert el az intézmény. 2002 és 2006 között bekapcsolódott a bányászat kulturális örökségének megmentéséről szóló EU-s projektbe. Alázatos munkája, ötletei, fejlesztési tervei egyedülállóvá teszik a múzeumot az országban. Dr. Kovácsné Birhel Erzsébetnek szeretettel gratulálunk a díjhoz. Köszöntöm a Sopron Televízió nézőit. Stúdium mai vendége a Sopron kultúrájáért díj 2016. évi kitüntetettje, dr. Kovácsné Birhel Erzsébet, a Központi Bányászati Múzeum igazgatója. Jó napot kívánok! Kezdjük, gratulálok a kitüntetéshez. Köszönöm! A méltatást hallgatva, ami decemberben elhangzott itt a Liszt Központban, azon gondolkodtam, hogy a sok végzettségek közül a népművelés, a történelem, illetve a közgazdaság, vagy marketing kommunikáció közül, melyik a leginkább a szíva csücske? Hát a történelem. Én alapvetően én egy ilyen félrecsúszott történész lettem, mert én építész akartam lenni, az egész családom az, és aztán ugye ez a balsós édes haszna nem vettek fel a műegyetemre, és aztán így oldalról elkezdtem keresgélni, és a történelem, bár ma nem nagyon hiszik el, de az egy nagyon logikus tudomány. Minden mindennel összefügg, és mindennek van előbb vagy utóbb következménye, úgyhogy aztán így, és hát életem nagy ajándéka volt, hogy másoddiplomásként az ELTE-n egy olyan évfolyamban végezhettem, ahol összesen voltunk 20-an, úgyhogy ilyen sors kegyeltjei voltunk. A szemlélődő azt veheti észre, hogy a jelenlegi pozíciójában a Központi Bányászati Múzeum igazgatói székében mind a három kvázi személyiségét kiteljesítheti, hiszen egyszerre népművelés, amivel foglalkozik, szükség van hozzá marketing tudásra egyértelműen, és hát a történelem, a bányászat története áll a középpontban. De ha jól tudom, nem is volt ez mindig így elrendelve, hogy jön a bányászat történetével fog foglalkozni. Hogy alakult ez? Hát ez egy elég mókás történet, mert amikor én végeztem, akkor hát nem nagyon tudtam, hogy mit szeretnék csinálni, és akkor készült el a Bányászati Múzeum, ahogy most látják ebben az állapotában, kicsit szebben, és gyönyörű volt a kapuja. Ez egy ritka szép épület szerintem, és a kapu annyira szép volt, és megfogott, hogy ez mi. És kiderült, hogy az édesanyám még szomszédja itt dolgozik, igazgatóhelyettes, és megkérdeztem Őrsi András, hogy nincs a hely náluk, és volt. És én így kerültem a Bányászati Múzeumba, ahol aztán dolgoztam 89-90-ig, akkor mentem át az önkormányzathoz. Ön kezdő történészként ennek a széles spektrumnak, ami a bányászat történetét felöleli, melyik részegységébe lett szerelmes, hogyha fogalmazhatunk így? Hát ugye én nagyon szerencsésen kezdtem. Volt egy olyan ág, ami engem nagyon érdekelt, és akkor ez nem volt túlságosan előtérbe, ez pedig a műveledés történet, művészet történet. És hát ilyen például, hogy a 17. századi jezsuita tudomány történetet, ami egy fantasztikus anyag, és nagy bányászati, meg montanisztikai történet van ebben az időszakban. Úgyhogy én olyan szerencsés voltam, hogy ebbe aztán egy kicsit belefúrhattam magam, és így például kutathattam a Vatikánba és a római jezsuita levéltárba ennek kapcsán. Később pedig azt olvastam, hogy írt például, ha már a kultúrtörténetnél tartunk, a démonokról, amelyek némely bányákban tartózkodnak, és ebből a tanulmányból aztán kiállítás is lett. Igen. Itt a Bányászati Múzeumban. Mit kell erről tudni, erről a témáról? Hát ugye, ha ma azt mondjuk, hogy bányarém, akkor annak van egy ilyen peratív íze, mint hogy valószínűleg akkor is a rém szó azért jössze, hogy nem valami kedves lény. Ugye azt kell tudni, hogy az egész
a bányászat hitvilágában, de nem csak a bányászokében, csak ugye mi öt kutattuk, tehát ők kutattuk, nagyon jelentős szerepe volt annak, hogy a véletlenekre, a tragédiákra és a szerencsékre valamiféle magyarázatot találjanak. És ez bányákban lakó démonokról, ugye, ami egyébként egy jezsuita szerzetestől eredő idézet. Itt azt néztük meg, hogy ennek milyen írásos tárgyi anyaga maradt fenn Közép-Európában. Maga a tanulmány egyébként ez pont egy jezsuita anyagból készült el, mert volt egy Athanasius Kircher nevű úr, aki egy nagyon híres jezsuita szerzetes volt, és levelezett Európában mindenféle jezsuitákkal, és begyűjtötte, és a vatikáni levéltárba elhelyezte a onnan bejött leveleket, és kázi csinált egy bányarém katalógust. Szebben mondani, hát remek szórakozás, tehát sajnos nincs meg, nem adtak ki senki, csak részleteket belőle, de kiváló. És hát ugye ez azért úgy felkeltett a szakmai érdeklődését, és amikor én 99-ben visszajöttem igazgatónak, mert ugye a önkormányzati és privát lét után visszajöttem ide igazgatónak, akkor úgy gondoltam, hogy kellene csinálni egy kiállítást, ami egy kicsit kitágítja ezt az egész a bányászatnak, ezt a kicsit ilyen szénporos megítélését, és hát erre ez kiváló volt. Szerintem az egyik legjobb kiállításunk volt. Volt egy nagyon komoly része, ami olyan volt, ahogy kell egy klasszikus kiállításnak nézni, tehát főszöveg, mutató, képek, gyönyörű ezüst tárgyak, és a második rész, amit egy óriási nagy pincébe csináltunk, az pedig az amisoknak, csináltunk egy pályázatot, hogy csináljanak bányarémet. Adtunk hozzá nekik anyagot, és ők valami fantasztikus anyagot csináltak, tehát zenét írtak hozzá. Tehát, hát a kiállításnak nagy sikere volt, meg nagy botrány is lett belőle. Egy kicsit azért a bányászokat szíven csapta. Tehát, hogy ők úgy érezték, hogy ők bennem megbíztak, egy ilyen komoly asszonyt ide raktak, és kvázi idézőjelbe tettem az ő szakmájukat. Ami egyébként nem igaz, mert ugye következő évben aztán már megcsináltuk a nagy új állandó kiállítást, nagyon sok publikáción kötetünk jelent meg, de, és ezt azóta is mondom, hogy ahhoz, hogy felkeltsük az érdeklődést a bányászat iránt, és a bányászat múzeuma iránt, ez egy kiváló eszköz volt. Ha már a 99-es kiállítás szóba került, egy nagyon picit beszéljünk erről a 90-es évek átölelte időszakról, amit 91 és 99 között megfordult a közszférában, az önkormányzatnál is dolgozott, illetve utána a magánszférában is. Kulturális szempontból hogyan emlékszik vissza erre az időszakra? Mennyire volt különleges, mennyire volt turbulens Sopronban akkoriban a kulturális élet? Hát szerintem a 90 és 94 közötti időszak az egy kegyelmi állapota volt. Szerintem nem csak Sopronnak, hanem a magyar, mondjuk a magyar kultúrpolitikának is, nyilván másnak is, én ebben annyira nem láttam bele. Tehát ugye én a közművelődéshez tartozó felügyelő voltam. Ebben az időszakban alakult a Soproni Színház, volt a felújítása, az egész intézményrendszer átalakult, a finanszírozás, a felfogás, tehát minden. És azt gondolom, hogy ez azért volt egy csoda, mert igazándiból mi, akik csináltuk, többségben nem értettünk hozzá. Ezért a Hályok Kovács biztonságával nyúltunk nagyon kényes kérdésekhez, ugyanakkor meg újfajta megoldásokkal is kísérleteztünk, és ezért persze nyilván voltak abszolút kudarcaink is, erre én már nem emlékszem, erre nyilván mindenki más emlékszik, csak én nem. És voltak nagy sikerek, és én ilyen nagy sikernek tartom a Soproni Színház épületének a felújítását, mert ez egy csoda volt. Tehát, hogy amikor az kész lett, azért a szívmelengető élmény volt, mert nagyon szépen újították fel, és nagyon gyorsan, tehát minden olyan volt, mint egy ilyen mesében, hogy egyszer csak egy év alatt tulajdonképpen elkészült. Most azért gondoljon bele, hogy hány évig újítanak egy épületet, és ez már akkor is egy műemléképület volt. És a másik, hogy saját színházunk lett, hogy dolgokat megőriztünk, de ugyanakkor változtak is. Tehát ez egy nagyon jó időszak volt. Imádtam ott dolgozni. Kicsit később már nem. De az nagyon nagyszerű volt.
Akkor térjünk vissza a Központi Bányászati Múzeumhoz, amit 1999 óta igazgatóként vezet. És én azt vettem észre, hogy mint ahogy a beszélgetés elején is mondtam, hogy ez az igazi kiteljesedés. Uh-huh. 17 vagy 18 év folyamatos megújulása után milyen terveik vannak még önnek személyesen, és a múzeumban szakmailag? Ugye most kerek jubileumit is ünnepelnek 2017-ben, ezért igen. is kérdezem. Hát ez a múzeum, illetve én azt gondolom, hogy minden múzeum radikális változáson esett át. Tehát a Magyar Múzeumügy az elmúlt 15 évben megváltozott gondolkodású lett. Tehát ez a kicsit bezárkózó tudományfellegvára, el vagyunk mi magunknak, ez megszűnt. Tehát valószínűleg szembesült azzal a szakma, hogyha a közpénzén akar lenni, akkor a köznek is felfogható hasznot kell a másik oldalon hozni. És ez megváltoztatta a múzeumoknak tehát nyitottunk a közönség felé. Most, ha megnéz egy múzeumot, az tele van olyan programokkal, amelyek igazándiból annak azt a célt szolgálják, hogy szeress meg minket, gyere be akkor is, ha egyébként nem jönnél, hozd be a gyerekedet. Megpróbálunk olyan programokat csinálni, ami nem arról szól, hogy bejön egy felnőtt egyetemet végzett ember, és ott elbibelődik ott egy Árpád-kori okmányon, arról is kell, hogy szóljon, de arról is kell, hogy szóljon, hogy bejön egy 5 éves, és én az őszintjén megpróbálom neki elmagyarázni azt, hogy ez micsoda, ahol van. Tehát amikor lecsúszdázhat az élménybányán, akkor ő neki, mert lesz arról egy élménye, hogy milyen a föld alatt, hogy ott keringhet, hogy játszhat gépekkel. Tehát mindenkinek az őszínvonalán kell valamit megfogalmazni, azzal együtt, hogy nem szabad azt soha elfelejteni, hogy alapvetően a dolgunk az őrzés és a tudományos feldolgozás. És azt kérdezte, hogy mi a cél. Most is jelentős pályázatokat írunk éppen. Ugye mi az elmúlt években elköltöttünk durván 80 millió forintot itt kiállítás fejlesztésre, de hát ugye ezek a kiállítások is azért elhasználódnak, és a most éppen beadásra kerülő Európai Uniós pályázatunkban például az úgynevezett élménybányánkat szeretnénk teljesen korszerűsíteni, ez a piciknek van. Tehát ez ilyen 4 és 12 év közötti gyerekeknek van. Tehát folyamatosan és állandóan a közönség felé fogunk fordulni, de ugye ez a kiállítás rész, meg az oktatási rész, de hát nekem személyesen van egy nagy adósságom, és én ezt mindenképpen törleszteni akarom. Ugye ez a múzeum most lesz 60 éves, és egyrészt tisztelegni akarunk mindenki előtt, aki Magyarországon részt vett abba, hogy egyébként az műszaki múzeumok közül elsőként a Magyar Bányászatnak legyen önálló múzeuma. És a másik pedig az meg még személyesebb ügy, hogy senki nem írta meg összefüggően 1945-től a Magyar Bányászat történetét odáig, hogy bezárták az utolsó mélyművelési bányát, ugye, ami tavaly történt meg egy kis mangán bányával. És nagyon sok közhely van az emberek gondolkodásában a bányászatról, nem túl hizelgő vélemény, és én szeretném azt elmondani, hogy mennyiben, vagy szeretnénk egy olyan konferenciát rendezni, szeretnénk az élére állni egy olyan tudományos kutatásnak, amely feldolgozza ezt a több mint 70 évet. Hogy mi történt itt 45 után, hogy milyen eredményei voltak ennek, milyen nyomai vannak ma is. Tehát ezért ez egy nagyon komplex dolog volt. Ez a gazdaságtörténet, technikatörténet, urbanisztika, kultúrtörténet, ez nagyon sok mindent magába foglal, úgyhogy ez most az idén a cél. Sok sikert és jó egészséget kívánok ezekhez a célokhoz. Köszönöm szépen. Kedves nézőink, ahogy ezt a beszélgetést, ugye Sopron Televízió összes többi műsorát is újra megnézhetik internetes videótárunkban, keressék az interneten a sopronmedia.hu internetes oldalt. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!